you feel it? Inevitability has come for you. Úristen, de öblös hangod van, mindjárt összefosom magam. Gameplay videó! Szevasztok srácok, lányok, pingvinek, itt Nessa, és igen, még életben vagyok, úgyhogy ma végre újra játszani fogunk, szóval kapcsoljátok be az öveket és vágjunk bele! Oh, de úszom, de le, az ő maga tűnjön, a macskát a szemed, álljon meg a lé, mint a mélyen, meg a medve, a gyakat, a szakadjon, a mázoson, várjuk el, egy szemed, a fülön. Én a showman! A főszereplőnk nem más, mint a Pagan Online, ami egy ARPG, gyakorlatilag a Diablohoz tudjátok legegyszerűbben hasonlítani, és Early Access fázisban van jelenleg a Steamen, és kaptam hozzáférést a fejlesztőktől, hogy bemutathassam nektek, szóval mondhatjuk, hogy ez egy szponzorált videó, ezt mindenféleképpen a figyelmetekbe ajánlom, viszont nem kaptam semmiféle instrukciót, úgyhogy egyből belevágunk és megnézzük, hogy jó ez a játék, hiszen az Early Access-ekkel mindig vigyázni kell, de azért lehet nagyon-nagyon fasz a gyöngyszemeket találni. Határtalan mennyiségű szörnyek, határtalan mennyiségű loot, elképesztő brutalitás, többféle kaszt, remélem ez elég lesz ahhoz, hogy ma egy szórakoztató programot tudjunk megnézni közösen, lássuk milyen a Pagan Online. Legyél még ma valódi tagja a pingvin seregnek, válasz sapkát, pulcsit, bögrét, ami tetszik, nyilván póló és egyéb újdonságok a shopon, link a leírásban. Ezt nem minden segít neki, micsoda koreográfia van itt egyből a kaszt választásnál. Orra nézzél, a szadómazó lány is megjelenik. És Mr. Törpe. Hát jobb bálokon nem látni ilyen jó megkomponált belépőket, ez eddig oké. Ha jól látom, akkor ez az illusztris bajusszal ellátott ómagyar úriember a kis kaszájával, a Warrior Class, a Berserker, a közelharci karakter, az ostorral szelíd férfiakat jómodorra nevelő leányzó ezzel a Harley Quinn hajjal, ő a távolsági kaszt, de mágusnak azért nem igazán mondanám, és a személyes kedvencem Mr. Runa Törpe egy ilyen tank, szintén közelharci hibrid. Érdekes kasztválasztás, pláne, hogy nem látom annyira a mágust, de mint mondottam volt, ezzel a törpével fogunk szerencsét próbálni. Gondolom azt nem kell megmagyaráznom, hogy miért. A törpék menők, egyértelmű. Haragra fel! Gyerget alóra! A kürt szav az enged! Csak most látom, hogy Istóknak hívják, az igen. Hát ez is magyar felmenőkkel rendelkezik. Hát Kovács Istók, a híres törpe. Na, azt mondja, hogy a VASD-vel mozgunk, nem az egérrel, ez érdekes. A bal klik a sima támadás, eddig fassa, hát írja a számokat, ez a RPG-nél nagyon fontos, tudjuk. Amikor ki van írva a sebzés, az már egy plusz pont a játékoknál. A shift-tel tudom aktiválni az egyik képességemet, ami a shield. Aha! Abban a pillanatban lightning védekezés nagyon fassa, a démonok pedig folyamatosan kapják. Egyébként a setting tetszik, tehát darkosból indulunk, dacára annak, hogy nem fotorealisztikus a grafika, egy ilyen számomra a Diablo által bemutatott játék típusnál azért fontos, hogy valamennyire emlékeztessen az ARPG-k királyára, és ez egyelőre megvan. Mondhatni, pokoli a környezet. Azt mondja, hogy a jobb kliknél is van egy képességem. Gyere ide, Mr. Mágus, gyere csak ide, ne fussál. Pif! Aha, azzal stunolni tudunk. Oké, középen lent van az életpontunk, mellette az energiánk vagy manánk, kinek hogy tetszik. És egyelőre, mivel hogy tutoriál, látjuk, hogy még lokkolva van egy csomó képesség, szóval haladjunk tovább és rakjuk inasba az elénk érkező fagótákat eképpen. Na, ez életem egyik, ha nem a legkiemelkedőbb mondata volt. A középső egérgombbal varázslat. Mi muti csak? Aha, tormódra. És az E-vel is tudunk AOE-zni. Érdekes egyébként ez a default bindolás, hogy az E-vel, illetve a középső egérgombbal is tudunk spellezni, de gondolom ez átállítható. Egyelőre elképesztő módon teszem inasba az összes ellenséget, aki jobbról-balról érkezik közém, bár a HP-m is fogy, úgyhogy lehet, hogy nem ártana a shieldet is néha beaktiválnom, mert itt egy kicsit elfelejtettem védekezni, de hát ez egy tank karaktertől azért elvárható. Ójaj, ójaj, ott jön a lávafőnök! Abban a pillanatban stun, dobjuk a torbaltát, erről van szó,
kapja. Fölrakom a shieldet, mennek az attakok, jobb klikke stun. Egyébként azt nézem, hogy ugye nem egérkattintással mozgok, hanem VASD-vel, szóval lehet, hogy dodzsolnom kéne, és a karakter mindig arra néz, amerre az egeret viszem. Ez így elsőre furának tűnhet, de egyébként teljesen fasza irányítás, így 2 perc alatt tök jól meg lehet szokni. Kiskeringő, kiskeringő. Legolasz! Tűnt a szemed, mit lát? Ennyi volt a játéknak a tutoriál része amúgy, ha jól látom, és akkor bekerültünk egy ilyen hub area-ba, ahol majd gondolom, hogy lehet craftolni, illetve küldetéseket felvenni. Ó, hát van itt chat is, nyilván, ha már online a játék. Hello, szia, Nesőláj vagyok, adjatok már pészt. Azt mondja, hogy itt a világtérkép. Interaktálunk, menő, és itt a Battlegate nevezetű panelen tudjuk a kampány következő küldetését kiválasztani. Hát elég sok act van, ami még persze nem elérhető mind, úgyhogy mi elkezdjük az egyessel. Első pálya, téli táj, pingvineknek és szőrös törpe férfiaknak egyaránt ideális, de most már látni akarom a lootot, úgyhogy kezdjük el itt takarítani szépen az ellenségek hordáit. Az animációkkal egyébként elégedett vagyok, és a grafikával is, 4K-ban fut a játék ultrán, és nem röccem meg, ez mindenféleképpen pozitívú, miközben az első lootom egy health potion. Viszont 27 euró a játék, ami egy early access dolognál szerintem elég drága, úgyhogy eképpen figyeljétek majd, hogy megéri-e vajon nektek. Lesz egyébként egy link a leírásban, hiszen a fejlesztők mindenféleképpen írták nekem, hogy Nesszáj, nyomassad a szponzorált linket a videó alá, úgyhogy azt oda berakom nektek, úgyis eldöntitek majd magatoknak, hogy mennyire fasz a cucc. Nekem eddig tetszik, bár az is tény, hogy egyelőre... Úristen, de öblös hangod van, mindjárt összefosom magam. Szóval, ahogy még nem láttunk túl sok mindent, a kombat, az animációk, a megjelenés és a hangok fasza, valamint a sztori is jónak néz ki, de akkor most felszedtük az első cuccaimat, úgyhogy megnyitom az I betűt, aha, és itt van az inventory, aminek a fejét nem látjátok az undorító fejemtől, de tessék, csinálok egy ilyet, és akkor mindjárt jobb. Felszedtünk egy amulettet, ami armort ad és physical damage-et, azt ide berakjuk. Hogy vajon miért lehet 2 amulettet így felszerelni, az egy jó kérdés. Valószínűleg Kovács Istók, a törpe fuchs függő, vagy én nem tudom. De nem is ez a lényeg, haladjunk tovább. Itt egy chest, azt kipattintjuk, és ha jól látom, akkor szereztünk egy tómot. Azt hittem, hogy shield, de nem, egy könyvecske, ami szintén armort ad nekünk, valamint intelligenciát. Látjátok, gyerekek, olvasni fontos a könyveket, intelligensek lesztek tőle, és szőrös törpék. Amire még így nem jöttem rá, és valószínűleg azért van, mert hülye vagyok, hogy képességeket lehet-e később választani, vagy pedig minden klassznál adott ez a 3+3 támadás, de gondolom előbb-utóbb ez is ki fog derülni, miközben itt borzasztó nagy inasozásba vagyok ezzel a mobbal, csak teljesen hülye is vagyok egyben, mert nyilván a zöld színű toxicitásból ki kéne állni. Azaz. Kapja, és ott a loot. Ó, ott istók shard. Na, ez valami currency. Ebből tudunk majd vásárolni, azt gyanítom a vendoroknál. De végre elkezdett hullani a felszerelés, és a pénz is. A pénz fontos. Ó, és itt bal oldalon van részletes stat leírás. Hát mondom sem kell, hogy ez mennyire fontos egy ARPG-nél, bár ugye láttunk már olyan játékot, ami elrejti a statokat előlünk, de jó, nagyon helyes. Ó, különböző sárdok gyűjtésével teljesen új kasztokat tudunk megnyitni. Tehát nem csak ez a 3 van, hanem Jézusom. Van még itt újdonság bőven. Mr. Templomi baszoda. Érdekes megoldás ez így, hogy nem lehet kezdésnek mindent választani, de tetszik. Mondjuk az nagy kérdés, hogy ezek a sárdok, ezek vásárolhatóak-e mikrotranszakción belül, de egyelőre ezt nem akarom inkább megtudni. Mondjuk egyelőre nem láttam semmi erre utaló jelet, szóval
ha van is a játék, nem tolta az arcunkba, de én szerintem nincsen egyelőre. Úgyhogy ez egy pozitívum manapság mindenféleképp. Amúgy érdekes, hogy ez a stílus, ez egy 5 évvel ezelőtt gyakorlatilag, mondhatni, hogy a Diablo 3 érkezéséig egy kicsit eltűnő félben volt. És mostanában, minthogyha visszajönni látszana, az utóbbi 1-2 évben nagyon sok ilyen ARPG vagy ARPG játék érkezett, és meglehetősen jók voltak. A kérdés az, hogy ez a Pagan Online, ez mennyiben más, mint azok, ezt egyelőre nehezen tudom eldönteni, viszont mint láthatjátok, elég fasza átvezető animációk vannak, ez mindenféleképpen egy pluszpont, hogy ilyen filmeket kapunk, amik támogatják a sztorit. Nem tudom. Én élvezem, de van, akinek egyáltalán nem jön be ez a stílus, van, aki meg imádja ezeket, úgyhogy remélem, hogy van, amelyik őtöknek tetszik. Én egyelőre jól el vagyok vele, már ameddig nem halok meg és normálisan használom a képességeimet. Nehéz ezt eldönteni, mert ezek a játékok általában nagyon hosszadalmas és komplex játékrendszerekre épülnek, de hát ha most megnézhetünk ebből egyet itt a Blacksmith-nél, Kovács Istók kraftolna magának egy jó fegyvert mondjuk, vagy egy jó pajzsot. Kicsit egyébként a Diablos Crusader klasszra emlékeztet engem, ez a kis törpe. Baromi jó ez a kalapács eldobós képesség, ezzel elég jól lehet haladni. Sutty, és jön vissza, kapta. Yes! Így megjött a boss, várjál, ezzel vigyázni kell. Elég szépen láthatóan van megoldva a telegrafálása a képességeknek, hogy ilyen szép külföldi szóval fogalmazzak. The GG! Final wave! Gyerünk! Yes! Öcsém! Kaptam lootot, ami jó rendszer, és tetszik, hogy csak akkor dobja föl a kiesett tárgyakat, miután megöltünk mindenkit, így nem zavarnak a harcban. De akkor mutassuk meg ezt a kraftolást a végére. Interact. Hogy tudok fegyvert készíteni, azt mondjad, főnök. Ezt ide. Behúzom. Bone boomerang. És craft. Megcsinálja a kis doboz. Nagyon pereg. Ó, és random kapjuk rá a statokat. Aha. Mondjuk ezt most egy másik klassznak csináltam ezt a fegyvert, de ez részletkérdés, csak kíváncsi voltam, hogy hogy működik. Ja, hogy külön szintje van egyébként itt bal oldalon magának a fegyvergyártásnak is, és egyre jobbakat tudunk csinálni. Hát jó, első benyomásra ennyit a Pagan Online-ról. Azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik, ahhoz képest, hogy Early Access játék nagyon faszán működik, ez azért ezeknél a címeknél nagyon-nagyon fontos, hogy mennyiben jobb, mint bármelyik másik ARPG, azt egyelőre nem tudom nektek megmondani, és nem akarok hazudni. Nagyon-nagyon sok embernek küldött most a Wargaming egy ilyen meghívót, hogy játszanak a játékkal, úgyhogy én azt javaslom, hogy nézzetek streameket, ne adj Isten más videókat, ahol kicsit mélyebben megnézik a játékot. Ha érdekel benneteket, akkor lesz egy Steam link a leírásban. Most viszont köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól szórakoztatok, srácok, lassan helyreáll az életrendje, és én is megpróbálok kicsit rendszeresebben tartalommal jelentkezni. Addig is legyenek nagyon-nagyon szép napjaitok, találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok! Vasárnap délutáni felhő, mozipár perc és minden más lesz, búcsúzik a pillanat.